Vigyázz, szúrós! Vigyázz, szúrós! Szerintem ez valami templom vagy kápolna lehetett itt a kastély mellett. A színes ablakok. Én annyira nem értek hozzá, de ez épületet tartotta, vajon ezek a vasudak? Ha, ott bement a más. Aha. És nézd meg, ott még van. Ó, de nagy te. Hát ez hatalmas. Vagy nem, nem tudom, mikor épületett. Fogalmam sincs. Igen, igen. Hát igen, ez annyira nem jó. Igen, és kövess hallgatni. Aha. Menjünk föl. És nézzük meg, mi van itt. Ez valami imádkozó hely lehetett, ahogy mondtad korábban. Az erdőben hallod. Semmi, dögöljek meg, hogy nem csak véletlenül csinálták ezt a felutat. Nézzük meg ide a ház mögé, vagy mi ez a kápolna mögé. Várj, én nem is megnézni. Wow. Szerintem... Már nézzük meg, ja. Én akarok oda menni. Nagyon vastag betonnak nézem. Azt figyeld. Pince. Itt volt a kapu. Itt volt a rendes be, és akkor ez nem vizes árok volt, vagy bármilyen, nem szerintem csak... Nem tudom pontosan. Hát de... Nagyon-nagyon durva, nem? Hát, igaz. Hát persze. Anyád, te mély. Jó, nem, akkor menjünk itt le. Mert kíváncsi vagyok, hogy itt amúgy van valami alattunk. Szerintem garázs lehetett. Nem tudom, menjünk le. Nézd meg, ott a cserép már le van jőve. Már a lambérje is látszódik. Üvegek azok ugye. Off! Itt van egy kijárt út. Érdekes egy hely. Ez már tetszik amúgy. Aha. Menjünk majd utána be, nézni meg össze az oldalát. Menjünk. Nézzük meg először itt jobbra ezt a... Ez szerintem valami porta lehetett. Fú, de érdekes. Semmi. Semmi. Hát ugye csak valami
lovasság volt itt, hogy mit tudom én. Nem, szépek időnkben. Ó, tényleg. Hú, de nagy kulcs kellett hozzá, ah. Azt mondja. Megvan, megvan az első pincel. Nézzük. Hát ez semmi. Ennyi. Amit itt láttál. Ezzel nem értem meg felrakni a lámpát. Hát itt jó nagy kopi van. Aha. Ha. Lehet, hogy tele valami borászat. Hát de nézd, mert ez új cserép, nem? Lehet, hogy megpróbálták ezt egyszer felújítani. Hát, na jó van. Hát ide azért nem esnék le. Ez jó kérdés, mi lehetett. Vagy, Tina, azért van ilyen vastag, lehet azért van ilyen vastag épített alapja, mert pince van. Le vagy föl? Ó, baszki. Bajcsai. Meg kéne menni. Mi volt ott? Azt látom, de hát majd ha végeztünk itt lenne, akkor felmegyünk. Jössz, picim? Gyere, semmi. De egyébként hatalmas pincerendszer, gyere, menjünk végig. Jössz? Akkor mindjárt jövök, jó? Nem szeretem a pincéket. Ekkora hatalmas pincét.
Mennyi te nevél? Mennyi te nevél, basszus? Hagyjuk őket békén. Hasznos állatok. Menjünk itt föl. Mi? Majd elmondom kamera után. De kamerában ugye tudja, hogy nagyjából mi történt. Merre menjünk, melyik szárnyat inkább esne? Mi az? Emelet. Majd utána. De egyébként hatalmas sprinterrendszer van alatta. Hogy érted? Hát, hogy nem szakad le. Hát még földszinten vagyunk. Nincs hova szakadni. Jaj! Vigyázz! Jó, várj, meg lekapcsolom a lámpámat még igazából. Tök fölösleges. Na, most őszintén, ez szerintem egy konvektor. Ezt valaki ide hozta. Ez új villanyvezeték, ez nem a régi. Szerintem elkezdik, ha nézd meg. Persze. Szerintem elkezdik a felújítását. És ott van már. Igen, de meg kell a lámpa, mert hoppá, ne villogásra kapcsoljak. Itt igen, elkezdik a felújítását. Semmi. Bocs. Aha, persze. Igen, úgy jobb halász. Mondom, szerintem amúgy ennek biztos, hogy elkezdődött a felújítása. Mert nézd meg, ezek új vezetékek. Sőt, ez olyan, mint a meg lenne csinálva ez a szoba, nem? Igen, ez az előtt festem újra. Aha. Hát semmi, ez egy ilyen WC. De hogy igen, ez meg van csinálva. Nem tudom, hogy van az előtt. Jó, de ki tudja, hogy mikor volt ez. Itt még asztal is van, baszki. Nem hiszem. Max a tulajdonos. Bocs, pici, ha a szemedbe virágítok, de érted, amárra nézek, arra virágítok. Emelet vagy másik szárny? Másik szárny. Jó. Annyira talán nem. Hát igen. Persze, persze lehetne. Oh. Itt van lehet. Hoppá! Azt a húba. Bocsánat. Itt be van szakadva az emelet. Legalábbis ugye azt mondták, hogy olyan könnyű. Nem, ez 8 éves volt. Ha.
hát azért nem semmi. Engem az jobban érdekel, hogy ez melyik rész, de szerintem itt voltam. Szerintem itt voltam. De nézd meg, itt is már ki van támasztva a fal. Szerintem, de... Lenne a pincébe egy csomó helyen ki volt támasztva. Volt, ahol úgy kellett átbújni. Ez volt az OO tárgya. Hát igen. De milyen szép. Itt a főbejárat, azt már látjuk. De szép. Hoppá, nem látszik semmi. Hát szerintem... Ilyen márvány, még nem tudom, mert csúszik, mint a széle. Most tényleg ilyen lilás. Ez is de szép. Tudom, hogy ha megyek egy fasképa, akkor nyilván szépnek kell lenni. Menjünk ki, nézzük meg, milyen volt bejönni. Nagyon szép. Ott lehetett valami hinta a gyerekeknek. Hát és ugye most... De szerintem fel tudunk. Ebbe a szárnyba voltunk. Szép a bejárata is. Ez egyszerűen elképesztő. Elképesztő. Mit így kötsz? Szerintem, hogy próbáltam végig. Menjünk föl. Fú, hát ez falépcső. Mi? Mi van, de nem is erről beszéltem. Na, erre átkapcsolok lámpát. Érdekes, itt van. Fa. Ja, igen, tényleg. Fel van molva. Ó. Csillár az nem semmi. Viszont... Ez esetlen, ez a mennyezet. Mennyezet? Aha, tényleg ilyen díszes. Hogy az esetlen. Jó, Dani, csak pici, engem egy akasztott meg egyből a látványt, hogy itt záras volt. A többi ajtó meg nem szerintem. Igen, ez tényleg, ez ilyen díszes szoban volt. Ja, felőzted? Még mindig működik, mi? Hát igen.
Le, úgy le. De. Az egy gyerekek. Jó, hát de mondom, a csillár azt tényleg nem semmi. Másik szoba. Oda néz, ez is. Nézd meg, kettő darab volt, és amúgy leesett már egy. Nézd meg, milyen szépek ezek az ajtók. Ott van még egy napalmi. Ez valami gyönyörű szép. Nagyon szép. Ez tényleg az. Hú, nem semmi. Nagyon érdekes, hogy csak így itt hagyta. Hú, de amúgy egy labirintus. Na, miért ez olyan, hogy ilyen szép alap, meg van csinálni, és minden. Látod, itt is meg ki van támasztva. Hú, ti nem nézz fel? Az igen. Várj, a kamerával is. Ezek ilyen fűtőszálak voltak, hogy már... Szerintem inkább vízvezeték. Ahogy értettem. Az igen. Na igen. Hú, de szép. Hogy itt kéne megfogni a kóvalát. Hát, nem szép akusztika nyakében. Hát. Én nem tudom, nem tudom. Kikerülöm. Jaj, olyan szép. Igen, az ajtó is. Fából van a gyerekek. Szép. Itt is egy csillár. Itt a lábakalára. Na, ezt nem értem. És itt akkor mi volt? Itt dobálták ki a parasztokat? Vagy itt is volt valami átjára. Lát. Arról jöttünk, menjünk arra. Itt is voltak, ugye? Igen, tényleg innen mentünk át. Mi? Megyünk fel. Igen, de hogy nézd meg, az falépcső. Aha. Ó, de szép. Minden fa. Gyönyörű. Gyönyörű. Látom, oda vagy a fáér. Nem, hanem igen, az embereknek volt ízlésük. Nem minden kőből, vasból csináltak, hanem tényleg megmunkálták is. Pizim, szerintem menjünk fel ott, ahol bejöttünk. Ez is nézhetetlen. Kézileg meg lett csinálva. Gyönyörű, azt nézott föl. Kivágni, munkálva, gyönyörű szerint. Aha. Ja. Óha. Derú, vigasz, derű és vigasz és áldás a horra. Csak nem láttam azt a minket. Érdekes. Igen. Arra? Uh-huh. Aha. Te vagy a főne. Ez nagyon szatva. Az. A szélén kell menni. És szerintem ne ketten egyszerre. Megyek én elő, mert én nehezebb vagyok. Nézd, hogy te könnyű vagy. Hát persze. Nagyon érdekes. Tessék, itt van felhúzva az új vezetékelés. Nézd meg, ez új tető. Azt tudom, hogy mit, hogy vegye. Gyönyörű amúgy. Igen. Mi az? Semmi, csak akkor mondom, hogy
Ne egymás nyomába menjünk, menjél. Legyen pár méter távolság, hogy ne egy pontra nehezedjen a súlyunk. Jó, mondjuk bár te pehelykönnyű vagy. Itt jó beszakadt. Javas. Kicsit, de alattam nem szakadt be. Erkélyen. Nem, repülök. Hát látod, ott volt a tó, a szökőkút. Cseréljünk helyet. Ide jövök. Itt talpazat van. Hallom, ahogy a gyerekek fürdetek a medencébe, vagyis hát valahol. Milyen medencébe? Ott a kerti tó amúgy. Csak most mondom. Kacsa úsztató. De várjál, hol volt a főbe, az a másik oldal? De az a, igen, másik oldal. Jó, nézzük tovább szerintem. Nézzem, mekkora lehetett a felső szint, vagy hogy nem is a felső szint, hanem a tetőtér, vagy nem tudom, hogy mi lehetett, ez hatalmas. Ugye az el ne vágd a kezed. Ott már be van szakadva. Hát, hogy itt nem nagyon várnék. Basz, nagy gerendákra lépni a szél, és úgy kiállt ide. Nem, nagyon nagy tesznek. Hát nem mondtam neked, nem tudom. Hát de figyelj, még járjuk körbe, még aztán van a csiga lépcsőn egy emelet. Ez nagyon durva. És így beszakad egy emelet. Hát... Vagy ott is ilyen fagerendő volt. De nézd meg, fel már lemez van, nem? Igen. Azt már csinálták. Aha. Már fönnben mást is láttam innen. Ilyen nagy csöveket láttam. Tehát ezt ilyen, az a gilan megcsinálom. Vigyázz! Ez nem tiszolni kell. Hát nyilván. De ezért is álltok valami mindenettel. Omatokon. Hát nyilván. Úristen! Hatalmas beton réteg van itt. Ide raktak, hogy beton? Hát én igyekszem főnök, aztán. Hogy...
De ez már meg van csinálva, ez látszik. Mondom én, azok a cserepek újjak voltak. És itt mi lehetett? De nézd meg, a gerendák itt is milyen újjak. Hát a meg lett csinálva. Igen, igen. Na, az is. De hogy lehet felmenni? Aha. Ott mondtam, hogy van még egy. Na persze. Szerintem ezt meg akarták csinálni valami szállóra, vagy nem tudom, nagyon sok. Hát lehet, hogy valami ilyesmire. Nagyon sok réteget meg is nyújtak, forradtak, ahogy látom. Azért csak úgy mondom, hogy a második emeleten vagyunk. Olvastam véleményt. Valami szerintem szobákat. Ja, hát, oké. Hát, vagy valami gazdag fószer magának akarta megcsináltatni. Hát igen. Na, csak azért mondtam a második emeletet, mert olvastam véleményeket, és ugye volt, aki nem mert a földszintén magasabbra menni, mert olyan életveszélyes, ami alapból igaz. De... Hát na, ezt nem tudom bevállalni, ezt nem. Hát ezt nem. Esetleg nézzük meg, hogy a főbejáratnál... Nem megyek fel. Hogy a főbejáratnál a lépcsőnél van-e még valami feljáró. Igen, és itt amúgy nincs tovább fel. Hát... Az a baj, ez bármikor beszakadhat. Ezt itt... Ez bármikor. Hát amíg nem mozog. Ott van nagyon gáz. Hát az elég ott. Hú, az már. Itt átlátok a gerendák között. Szerintem nem mered. Hát nem is szívünk fartus, de azért szerintem nem vállalnám be. Hát én háromszor akkora súlyú vagyok, mint te majdnem. Hát igen. Hát jó lenne oda, hogy felvételeket tudunk akkor készíteni, én nem tudok kimenni oda.